Üdvözlöm Önöket! Férj, 3 gyermek édesapja, középiskolai tanár és diakónus. De pontosan mit is jelent ez? Sümegi Józseffel beszélgetünk. Üdvözöllek! Szeretettel köszöntelek! Nagyon boldog az én életem, hogy körülbelül 1 évvel ezelőtt léphettem én be ebbe a plébániába, ahol most éppen beszélgetünk. És akkor kértél meg, hogy tegeződjünk, ez nekem egy nagyon jó érzés volt, de hát miért is léptem ide be, szeretnék a te diakonusságodról kérdezni, hogy jött ez a te életedben. Hát ez egy nagyon érdekes dolog. Én nem készültem diakonusnak, ugye én történelem tanár voltam, utána igazgató lettem Bátaszéken, és természetesen nekem nagyon jó kapcsolatom volt a helyi plébánossal, ugye Herendi János plébános úrral, mondhatom azt, hogy baráti kapcsolatunk volt, és amikor 1999-ben ő megbetegedett, kórházba kellett menni huzamosabb időre, neki akkor hát megkért, hogy jó lenne, hogyha besegítenék igeliturgia végzésbe, áldoztatásba, egyebekbe. Hát minden elég furcsa volt ez, hiszen azért én egy nagyon erősen világi pálya volt azért az enyém. Minden esetre én ezt vállaltam, és így vetődött föl, amikor kijött a püspök úr, és megkérdezte, hogy nem szeretnék-e diakónus lenni. Tehát én nem gondolkodtam ebben korábban, és hát mondtam neki, hogy hát lehet róla szó. És akkor befejeztem a teológiai tanulmányaimat, és 2003-ban pedig, amikor Bátaszéken a nagy templomnak a 100 éves szentelési évfordulója volt, akkor szentelt föl diakonossá Maier Mihály megyés püspök úr. Tehát akkor ez a dolog elédbed állt gyakorlatilag. Igen. Igen. Kicsit meséljünk magáról a diakónus mozgalomról. Sok a tévhit ebben a témában az emberek fejében. Pontosan mit csinál egy diakónus, pontosan honnan ered ez a dolog? Hát ez elég nehéz röviden összefoglalni, hiszen ennek a Szentírásban, hogy az apostolok cselekedeteiben van az eredete, hiszen amikor az egyház, a kezdeti egyház elkezdett növekedni, akkor az apostolok úgy döntöttek, hogy segítőket vesznek maguk mellé, és ezeket nevezték diakonusoknak. Ismerjük az apostolok cselekedeteiből István első vértanúnak a történetét is, aki nem csak a szegények szolgálatát látta el, mert ez volt a diakonusoknak az eredeti funkciója, feladata, hogy a gyülekezetben, a közösségben lévő szegényekről gondoskodtak, hanem egy nagyon lánglelkű ige hirdető is volt, ugye ezért kövezték meg, és lett diakonus. És hát az első évszázadokban, az ősegyházban a diakonusnak nagyon fontos feladata volt, maga az egyházi rend is ebben a 3 funkcióban teljesedett ki. Ugye a papságnak az első fokozata a diakonátus, utána jön az áldozópap és a püspök. A püspök az, aki a papságnak a teljességét foglalja magában, és tulajdonképpen ez a középkorban ez valahogy elsikkadt és elhalt, maga a diakonátus pedig nem lett más, mint a papságban való belépésnek egy fokozata. Tehát fölszentelték diakonussá, és utána rögtön fölszentelték áldozópappá is az illetőt. És hát vissza kell térnünk ugye a II. Vatikáni zsinatra, amely az egyházban egy nagyon fontos megújulást hozott, és ennek a megújulásnak a része volt az, hogy vissza kellene térni az egyháznak ehhez a kezdeti, szerkezeti és pasztorális feladat megosztásához is, és akkor vetődött fel annak a gondolat, hogy újra vissza kellene állítani a diakonátust. Vannak olyan országok, ahol ez korábban megindult már, például ilyen volt a német egyház, ahol már a 60-as éveknek a végén elindult egyfajta diakonus képzés, és hát ez a 80-as években lépett, én úgy gondolom, egy új szakaszba. 80-as évek végén, 90-es évek elején megjelent szinte az egész világban, így Magyarországon is. És hát amikor nálam felvetődött ott a 90-es évek, 2000-es évek elején ennek a diakonátusnak a gondolata, akkor Magyarországon én még a 61. diakonus voltam, tehát nem olyan túl sokan voltak előttem, akit akkor szenteltek, de egy nagyon összetartó
közösség volt, rendszeresen évente lelki gyakorlaton találkoztunk, én még mint készülő diakonus is részt vettem ezeken, és ez igazából segített abban, hogy ezt a fajta diakonus identitást megtaláljam, hiszen a diakonus nem pap pótlék. Ezt jó volna tudni. Ennek egészen más a funkciója és a feladata, más feladatokat, más dolgokat is csinál, mint a pap. Beszéljünk erről ezekről a feladatokról, meg kanyarodjunk vissza erre a pasztoralitáshoz, tehát hogy a pásztor munkához. Tehát, hogy a beköszönésben mondtam, hogy férj, családapa, beszéltünk arról, hogy iskolaigazgató vagy Bátaszéken. Hogy van még idő az emberek pásztorának lenni? Hát mesteri logisztikát igényel valóban. A kérdés az nagyon jó volt. És nehéz kérdés, de én azt gondolom, hogy ezt csak egy nagyon, valóban egy nagyon jó időbeosztással, és egy nagyon előre gondolt és megfontolt feladatbeosztással lehet csinálni, és hát nagy munkatempóval és munkabírással, hiszen azért mindegyik egész embert kíván. Én azt gondolom, hogy a család is egy egész embert kíván, az iskola is egy egész embert kíván, és a diakonátus is egy egész embert kíván, hiszen itt most egy nagyon nagy fejlesztésen átesett kegyhelyen vagyunk, és azért ennek a fejlesztésnek a lebonyolításában is, megálmodásában és lebonyolításában is nagyon nagy feladatom és részem volt. Tehát én azt gondolom, hogy ezt valóban csak úgy lehet, hogyha az ember teljes energiabefektetéssel és nagyon jó időbeosztással tudja csinálni. Az energia és az időbeosztás mellett lelkileg ez egy mekkora, hú, nem akarom a munkaszót használni, de sajnos ez az első, ami eszembe jut, mekkora lelki munka ez? Én azt gondolom, hogy ez inkább tölt. Tehát szoktak kérdezni, hogy nem fáradtál még el? Tehát amikor az ember elfárad az egyikben, akkor a másik van, amikor tölti. Tehát én valahogy úgy vagyok, hogy amikor az iskolában, majd ott is nagyon el lehet fáradni, amikor nagyon elfárad az ember a napi dolgokban, akkor jó egy kicsit eljönni ide töltődni, és egy picit mással is foglalkozni. Ugye ez nekem a Bátai Szentvérkegyhely sokkal többet jelent, mint egy megbízatás vagy egy munkahelyet. Hiszen én itt születtem ennek a templomnak a lábánál. Itt voltam kisgyermek. Azok a tárgyak, amelyek ebben a tárlóban vannak, azokat én kisgyerekként gyűjtöttem. Mindig hallgattam az időseket, amikor meséltek arról, hogy mi volt itt a középkorban. Valahogy ez meghatározta egyrészt azt, hogy én történelemtanár, azt is, hogy én történelemtanár lettem, de meghatározta azt is talán, hogy diakonus lettem, és hogy éppen itt teljesíthetek szolgálatot, és mondjuk ez olyan, mint egy ilyen gyerekkori álomnak a megvalósulása, amely tulajdonképpen most történt itt. Igen, amikor először találkoztunk, azt mondtad, hogy érted is, hogy nekem milyen fontos Báta, és mennyire szeretnék ide kötődni, mert hogy ez maga az élő történelem. Ez, hogyha erről beszélni egy kicsit a kegyhelyről és az élő történelemről, miért olyan könnyű beleszeretni Bátába? Hát én azt hiszem, hogy a legjobb szót használtam. Ugye a televízióban is megy egy ilyen sorozat, hogy velünk élő történelem. Én azt gondolom, hogy ez a domb, ez a hely, de maga egész Báta is, Bátában is, a népünknek, magyar népünknek, de a Kárpát-medence népeinek is a teljes története benne van. Az a terasz, ahol itt most vagyunk, ezt a teraszt még a kelták alakították ki. Utána Szent László király egy bencés apátságot alapított, és ebben a bencés apátságban egy eukarisztikus csoda történt az 1350-es években. Ez az eukarisztikus csoda országszerte, sőt országhatáron kívül is ismerté tette ezt a helyet, amely nem csak azért volt jelentős, mert a Dunának itt egy fontos átkelőhelye volt, összeköttetés tulajdonképpen az Alföld és a Dunántúl között, de még mondhatnám, hogy Erdély és a Dunántúl között, hanem ez szakrális fókusz is lett a 14. század közepétől, ahol királyok fordultak meg. Nem véletlen, hogy az egyik elképzelésünk az volt, hogy állítsunk emléket itt annak a 10 magyar királynak, akik itt többször is megfordultak. Volt, aki Mátyás király huzamosabb ideig, hosszabb időket töltött itt, 2-3 heteket is töltött itt,
Nyilván azért, mert ő is itt valamit kapott. Egy nem csak pihenni tudott itt, hanem töltődni tudott, lelkileg tudott elsősorban töltődni. Ezt a lelki töltődést adja, én azt gondolom, ez a kegyhely, ma is mindenkinek, aki ide látogat. És neked? Nekem is, természetesen. Szeretném, hogyha kicsit beszélnénk erről az eukarisztikus csodáról, mert hogy ez pontosan, ez is egy kicsit a homályba vész, pedig nagyon szép eszéket írtál már róla. Hogy történt ez pontosan, mert ez gyakorlatilag egy korabeli krimi. Na most én azt gondolom, hogy inkább most abban a mondatodban kapaszkodnék bele, hogy a homályba vész. Miért vész a homályba? Hiszen Európában nem csak Bátán történt ilyen eukarisztikus csoda, hanem Európában nagyon sok helyen, ahol ma is őrzik ezeket a középkori erekéket. Nagyon jó volt mégis a megfogalmazásod, hogy homályba vész, hiszen ezt a kegyhelyet a török 1539-ben úgy pusztította el, hogy azt akarta, hogy itt minden a homályba vesszen. Nem csak, tehát én ezt a szót szoktam használni, amikor ide csoportok jönnek, hogy leradírozta a keresztény Magyarország térképéről, és ez valóban így igaz. A pápai nuncius akkor azt írta a naplójában, hogy itt 10 000 embert gyilkoltak meg. Nyilván ez egy nagy temető is. De ennek a 10 000 embernek, akik ezen az úrnapi bucsún részt vettek, amikor ezt a kegyhelyet a török elpusztította, tehát ezeknek a mementója, az valahol, vagy az emléke valahol itt van. És a török tényleg azt akarta, hogy ebből semmi nem maradjon. Nem alakított át várrá. Teljesen elpusztította, lerombolta. Úgyhogy itt erdőség volt 400 éven keresztül, addig, amíg 1930-as években föl nem kutatták ennek az eredetét, vagy nem kezdték el kutatni az eredetét, és nem épült meg a mai templom. És valóban, ahogy mondtad, eszéknek a sora kellett ahhoz, tehát tanulmányoknak a sora kellett ahhoz, hogy valóban tudjunk egyáltalán látni a múltban, hogy mi is történt ott az 1350-es években. Ha egy évvel ezelőtt csináljuk ezt a riportot, akkor én még azt mondtam volna, hogy ez valamikor az 1300-as évek végén, 1400-as évek elején történt, de az újabb kutatás, tehát valóban a napok, tehát a legfrissebb kutatások hozták például azokat az eredményeket, amelyek alapján ma biztosra tudom mondani azt, hogy ez a csoda 1350 és 55 között történt. Most nyilván ez nem egy történelmi műsor és beszélgetés, és azt is tudom mondani, hogy mi történt Bátán. Tehát hasonló módon, mint ahogy Európában több helyen is, a pap kezében lévő ostja, az vérezni kezdett, ez egyértelmű volt, illetve a keheiben lévő bor, az pedig vérré változott át. És amíg Európában, például Itáliában, Lanciánóban ma is nagyon tisztelik, pápák látogatják ezt a kegyhelyet, ahol hasonló dolog történt, és ahol alvat vér formájában ma is ott van a kehelyben ez a vér, és az ostja is fele részben, ugye hússá változott, és ez beszáradt erekjeként tisztelik, ugye ezt a keresztények, például Bátán nem ez történt. És ez az oka annak, hogy ez királyi zarándoklatoknak a célpontja lett, hiszen a középkori források egyértelműen mondják sanguinolens hostia. Ez azt jelenti magyarra lefordítva, hogy vérző. Rendszer, tehát a vérzés jelensége ezen az ostján és ebben a kehelyben folyamatosan jelen volt egészen addig, amíg a török el nem pusztította. Tehát ez nem egy egyszer történt valami, az is egy nagyon nagy dolog, amelyből keletkezik egy beszáradt valamilyen erekje, hanem ez folyamatosan látható volt, a középkori források egyértelműen erősítik, hogy a vérzés jelensége ezen az ostján folyamatosan látható volt, egészen addig, amíg a török el nem pusztította. Csodálatos. Arról szeretném, hogyha beszélnél, hogy neked az is munkád, hogy a Szentvérkegyhellyel foglalkozz. És milyen munkálatokon vagy túl, és mik a terveid? Ugye ez a templom, maga a templom, ez 1938-ban épült, amikor Magyarországon eukarisztikus kongresszus volt. Talán ugye ez egy helyi kezdeményezés volt, a bátaiak kezdeményezése volt, de az, hogy fölkorolta, és ez egy országos ügylet ennek a megépítése, és egy ilyen minőségben lehetett ezt megépíteni, ez nyilván annak köszönhető, hogy akkor eukarisztikus kongresszusra készültek,
és ennek a hátszelében épülhetett meg, alakulhatott újjá tulajdonképpen ez a kegyhely. Nyilván a kommunizmus időszakában nagyon változó volt. Ugye volt egy nagyon jelentős fellendülési időszak ennek a 40-es évek második felében, főleg a második világháború után, amikor a hadifoglyok hazajöttek, és százasával jöttek ide hálát adni a szabadulásért. Aztán jött egy olyan időszak, az 50-es, 60-as évek, amikor mindent tiltottak, szinte alig lehetett itt ünnepelni, és tényleg a falu temploma lett. Aztán a 80-as évektől megint ilyen hullámzásban, hol ismertebb, hol kevésbé ismert lett maga a kegyhely. Én azt gondolom, hogy dr. Udvardi György érsek atyának egy nagyon jó gondolata volt az, amikor kiderült, hogy Magyarországon lesz a 2020-as, most 21-es eukarisztikus kongresszus, akkor ő fölkarolta azt a gondolatot, gondolatomat, talán szabad így fogalmazni, hogy igen, fontos volna ezt az egyetlen magyarországi eukarisztikus kegyhelyet újra fölkarolni, és erre az eukarisztikus kongresszusra való felkészülésben felmutatni, mint egy lehetőséget. Ennek az eredménye lett ez az Európai Uniós GINAP-os 1,5 milliárd forintos pályázat, amelynek a következményeként ugye megújult a teljes templom kívül belül, a templomtér, ugye bemutathatóvá vált a középkori kolostor, amely középkori Magyarországnak egyik legnagyobb épület együttese volt. Elkészültek azok a turisztikai útvonalak, amelyek ma is turisztikai és vallási útvonalak, amelyek lehetőséget adnak egy jó kis kikapcsolódásra. Például van egy történelmi tanösvény, ahol megismerheti az, amit most elmondtam még ennél részletesebben. A Királyok útján föl lehet menni a dombtetőre, csodálatos kilátás van, a másik oldalon pedig hasonló módon, mint Medjugorjében, Rózsafüzér útvonalon lehet fölmenni a dombtetőre, ahonnan olyan kilátás van, hogy lehet látni a mecseket a pécsi tévétoronnyal, Bátaszéket, Szekszárdot, sőt a másik irányban Baját és a Dunát is. Tehát egy csodálatos kilátás van innen erről a kegyhelyről. És hát most készült el a játszótér, amely szintén, én azt gondolom, hogy itt a környékünk a ritkaság, hiszen kicsiben a Mohácsi csatát akarja megjeleníteni, tehát egy történelmi játszótér nagyon-nagyon magas színvonalon. És hát maga a kegyhely is, én azt gondolom, hogy ha valaki ide érkezik, akkor itt érdemes akár egy egész napot eltölteni, elcsendesedni, kirándulni egy kicsit és töltődni lelkileg is. A Szentfér kegyhelynek a gondnokságának az igazgatója lettél nem régiben. Ez hogy történt? Tehát, hogy ez most egy újabb feladat, de hogy ez mennyire adta magát? Én nem gondolom, hogy ez már újabb feladat lenne, hiszen maga a feladat az itt volt. Ezt jogilag rendezte most az érsek atya tulajdonképpen így, ahogy most történt. Maga a gondnokság az azt jelenti, hogy magát a Szentvér kegyhelyet igazgatásilag, jogilag kivette a plébániának a keretéből és önállósította. Azért, hogy a megfelelő súlya meglegyen, illetve, hogy valóban azt a funkcióját tudja betölteni, amelyet a püspök is ilyen szempontból neki szánt. Tehát az, hogy itt a legfontosabb az, hogy készüljünk az eukarisztikus kongresszusra, fogadjuk az arándokokat, fogadjuk a turistákat, és megfelelő infrastruktúrát biztosítani tudjunk ahhoz, hogy aki ide érkezik, az valóban testileg, lelkileg, szellemileg töltődve tudjon innen távozni. Maga a gondnokság az tulajdonképpen ezt jelenti, tehát egyfajta önállóságot kapott a kegyhely, és inkább így mondanám, hogy egy különleges hangsúlyt kapott azzal, hogy létrejött ez a gondnokság, a kegyhely így tulajdonképpen funkcionálisan, jogilag önállóvá vált, és valóban azt a feladatát tudja betölteni, ami tényleg ennek a feladata lenne. Mit éltél át akkor, amikor a te szentelésed bekövetkezett? Ez egy átható élmény lehetett. Hát ez egy nagyon érdekes érzés, amit az ember a szentelésben átél. Nyilván ilyenkor az ember érzelmileg is egy olyan ponton van, hiszen a szentelő püspök közreműködésével
a Szentléleknek egy különleges ajándékát kapja meg, és a diakonusnak ez egy különleges ajándék, hiszen világi ember a papság szentségében, vagy fokozatában nem részesülhet. Maga a szentelésnek, és maga a szentelés is nagyon hasonlít a papszenteléshez. Tehát az ember ilyenkor a papszentelésben, például amikor elimádkozzák fölötte minden szentek litániáját, az egész egyház, az egyházat segítségül hívják ehhez a karizmának az átadásához, segítségül hívja a püspök. Nagyon érdekes, hogy amikor fekszik az ember ott a földön kitárt karokkal, és ez a fajta helyzet számomra például előttem az egész életem az alatt a minden szentek litániája alatt végigfutott. Tehát mindaz, ami gyerekkoromtól élmény volt, amit hordoztam, aminek örültem, amit szégyeltem, azt én ott mind átéltem és átéreztem. Tehát olyan, mintha az ember újjá született volna, amikor onnan föláll. Nagyon érdekes élmény volt még, amikor a szentelő püspök átadja a szent lelket és ráteszi az ember fejére a kezét, akkor pedig éreztem azt a felelősséget és azt a súlyt, amit én ott most megkapok. Mint az egész egyháznak a súlyát tette volna a fejemre. Olyan érzésem volt, pedig hát finoman tette, olyan érzésem volt, mintha ha rám nehezedne ne mindaz, ami majd következni fog az életemben. Tehát én mindenképpen úgy éltem meg, hogy én itt egy nagyon nagy ajándékot kaptam. Tehát a Szentlélekkel együtt megkaptam egy olyan erőt is, amellyel ezt az egészet lehet csinálni, meg lehet maradni férjének, családapának, meg lehet maradni igazgatónak, történelemtanárnak, és lehet teljes erőbedobással csinálni az egyházi, diakonusi, papi feladatokat is. Hát akkor szeretnék további sok sikert kívánni neked. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, viszontlátásra!